kormányzati támogatás. Felújítják azokat a templomokat a Szatmári térségben és Kárpátalján, ahol a nyári jégkár megrongálta az épületeket. Vállalkozz digitálisan. Várhatóan decemberben jelennek meg a kis- és középvállalkozások digitális fejlesztését célzó pályázatok. Erre a célra mintegy 40 milliárd forint áll rendelkezésre. Segítség a cégeknek. Több mint 650 kérelem érkezett be az elmúlt 3 évben a teljesítés igazolási szakértői szervhez az építőipar területéről. $30 millió forintos támogatásból újítják fel azokat a templomokat a Szatmári térségben és Kárpátalján, ahol a nyári jégkár megrongálta az épületeket. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Így összesen 11 templomot sikerül helyreállítani. A munkálatok a legtöbb helyen már ezen a héten befejeződnek. Ezek a kisebb egyházközösségek nem tudták volna biztosítani a forrást a beruházásokhoz, így nagy segítség számukra a kormány támogatása, közölték az egyházi képviselők. Egy-két napon belül befejezik a templom felújítását Mételeken. A Szatmári térségben a nyári jégkár az egyházi épületeket sem kímélte. A Rozsái görögkatolikus egyházközösséghez tartozó 4 templomban összesen 15 millió forintos kár keletkezett. Ezek közül leginkább a Mételeki sérült az időjárási viszontagságok miatt. Mind a templom teteje, ami korábban palával volt fedve, mind pedig a templomnak a vakolata. Most a templom héjazatát újították föl, annak a munkálata rövidesen befejeződik, és tavasszal fogjuk a templomnak a vakolatát felújítani. Mindehhez a magyar állam 6 millió 300 000 forintot nyújt, konkrétan a Mételeki templom felújítására. Itt Rozsájban nem csak a templomot, a parókia épületét is megrongálta a nyári jégeső. Az egyházközösség összesen 6,8 millió forintos támogatást kapott a helyreállítási munkákra. A régi palafedést verte el a jég, teljesen beázott a templom épülete, és lemezfedést kap most a tetőszerkezet, ilyen részcink ötvözet, ami nem rozsdásodik. Jelenleg a munkálatok még folynak, most már a csatornázás van hátra, a tető az már be van fedve, tehát szerencsére vagy hála Istennek, már nem ázik be az épület. A települések egyházi képviselői kiemelték, hogy a kormány támogatása nélkül nem tudták volna finanszírozni ezeket a beruházásokat. Tavasszal további felújításokat is terveznek mindkét településen. Összességében 30 millió forinttal tudtuk segíteni a templomok helyrehozatalát. Önkormányzatok is hozzá kell tennem, itt többnyire Fidesz és KDNP és önkormányzatok vezetései döntöttek úgy, hogy a házakban keletkező károkhoz adnak cserepet, vagy pedig hát valamilyen tetőfedő anyagot, és hát itt is látszik Rozsájon is, hogy hány házra jutott, hála Istennek, új tetőfedés, és hát a belügyminisztérium pedig külön támogatási alapból megsegítette a közintézményekben történt károknak a helyrehozását. Azt kell mondani, hogy Magyarország és a magyar emberek segítenek mindig, amikor baj van valahol az országban. Nagy Hódoson már befejeződtek a munkálatok, a többi épület mellett ezt is megtekintette Soltész Miklós és a térség országgyűlési képviselője Tilki Attila. 7 millió forintot kárpátaljai templomok felújítására fordítanak. Szmogriadó van Nyíregyházán. A Szabolcs-Szatmár Bereg-megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi főosztály ügyeletének tájékoztatása szerint a szállópor légköri koncentrációjának 24 órás átlagértéke egymást követő 2 napon is meghaladta a riasztási küszöbértéket. A légszennyezettség további romlását megelőzendő arra kérik a lakosságot, hogy kerüljék a személygépjárművek használatát, lehetőség szerint utazzanak tömegközlekedéssel, kerékpárral vagy gyalogosan. Nyíregyháza egész területén tilos a kerti hulladék és avar égetése. A közterület felügyelet munkatársai folyamatos ügyeletet tartanak fenn. A 42-es körzet 414-118-as telefonszámon van lehetőség lakossági bejelentést tenni. Várhatóan decemberben jelennek meg a kis- és középvállalkozások digitális fejlesztését célzó pályázatok. Erre a célra mintegy 40 milliárd forint áll rendelkezésre a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programban.
Az informatikai fejlesztési lehetőségek megismertetésére a kabinet elindította a Modern Vállalkozások programot, amelynek idei utolsó évadzáró konferenciáját Nyíregyházán tartották. Modern számítógépek, táblagépek és vállalatirányítási rendszerek, ezek mind hozzájárulhatnak egy cég hatékonyabb működéséhez. A tapasztalatok szerint az ilyen eszközök használatában azonban a hazai kis- és középvállalkozások nagy hátrányban vannak a nyugat-európai versenytársaikkal szemben. A Modern Vállalkozások program ebben nyújt segítséget a KKV-k számára, a konkrét eszközbeszerzéshez pedig a 40 milliárd forint keretösszegű operatív programon keresztül kaphatnak pénzügyi támogatást. Az elkövetkezendő időszakban jelennek meg a pályázatok, a szakpolitikai minisztérium ígérete szerint januártól beadhatóak lesznek a pályázatok, tehát várhatóan a decemberben ez megjelenésre kerül. A program keretében létrehoztak egy tanácsadói hálózatot, amelynek munkatársai ingyenes informatikai auditot végeznek az adott cégeknél. Amennyiben a céget digitálisan felkészültnek minősítik, akkor a hamarosan megjelenő pályázatokon plusz 5% visszanemtérítendő támogatást kaphatnak. A cégek egy része azonban önerőből is képes fejleszteni informatikai infrastruktúráját. Mi ebbe az évbe körülbelül egy olyan 5-10 millió forint körüli értéket ruháztunk már be, mind a meglévő technikák fejlesztése, mind az újaknak a kiépítése miatt, de ez a következő évben sem fog elmaradni, hanem még nem tudom mekkora léptékbe, de valószínű, hogy jövőre is ilyen milliós tételekbe kell lesz gondolkoznunk, különféle újabb szoftverek és egyéb programoknak a megvásárlása és alkalmazása. Nem csak a kisebb cégek, hanem a nagyobb vállalatok, így a nyíregyházi LEGO is a legmagasabb prioritások között kezeli a digitalizációt. Most könnyebb dolgunk van, ugyanis új gyár épült, tehát jelenleg a legmodernebb infrastruktúrával dolgozunk. 12 szerverszoba a gyárban, hát rengeteg klienseszköz, nagyon sok rendszert használunk. Gyakorlatilag alig van olyan folyamatunk a gyárban, amihez most ne lenne valamilyen informatikai rendszer. A cégek nem csak ilyen előadásokon tájékozódhatnak a lehetőségekről, további információkat a www.vállalkozdigitálisan.hu oldalon találhatnak. Több mint 650 kérelem érkezett be az elmúlt három évben a teljesítés igazolási szakértői szervhez az építőipar területéről. Ezek összértéke megközelíti a 200 milliárd forintot. A szervezet teljesítési és kifizetési hiányosságokat vizsgál magyarországi építkezéseknél. Jelenleg 178 szakértő dolgozik országos szinten a különböző ügyeken. Egy 2014-ben készült kutatás szerint az építőipari vállalkozások 80%-ának volt már késedelmes kifizetése. Az építőipari cégek negyedének van 5 éven túli kifizetetlen számlája, és nagy részüknek összesen 80%-uknak volt már valamilyen késedelmes kifizetése. Közölte Csermely Gábor, a teljesítésigazolási szakértői szervezetű helyettese Nyíregyházán. A szervezet az elszámolási vitákban nyújt segítséget az építőipari vállalkozásoknak már több mint 3 éve. 2013 óta működik ez a szervezet. Szeretnénk a köztudatba is erősíteni azt, hogy ez a szervezet működik, végzi a tevékenységét, tehát hogyha az építőipari vállalkozások között egy-egy teljesítésnél valami probléma merül fel, akkor ehhez a szervezethez bizalommal lehet fordulni. Itt a Kereskedelmi és Iparkamarában a megyei szervezeteknél végezzük az építőipari kivitelezőknek a nyilvántartását, regisztrációját. Itt a megyében közel 3000 gazdálkodó szervezet tett eddig eleget ennek a kötelezettségének. A teljesítésigazolási szakértői szerv csak magyarországi építkezési beruházásokat vizsgál. Olyan ügyekben segít, ahol nem adták ki a teljesítési igazolást, vagy vitás volt a dokumentum kiadása, de azokkal az esetekkel is foglalkoznak, ahol nem történt kifizetés az igazolás kiadása után, hangzott el az előadáson. Az eljárási határidő maximum 60 nap lehet, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján 35 nap alatt sikerül ellenőrizni az ügyeket. A kérelmeket e-mailen vagy a szervezet honlapján keresztül is benyújthatják, de személyesen a helyi iparkamarák is segítenek ebben. Egyrészt nagyon fontos, hogy legyen írásos szerződés, mert hát csak azokban az ügyekben járhatunk el, ahol ilyen rendelkezésre áll, és hát azért előfordult már a mi gyakorlatunkban is, illetve hát tudunk arról, hogy az építőiparban azért az írásos szerződés nem minden esetben valósul meg. Illetve hát kérnénk mindenképp a teljesítés dokumentumait, mint hogyha építési napló vezetésére kötelezett munkáról van szó, akkor annak a csatolását,
teljesítésigazolásokat, teljesítménynyilatkozatokat, stb. A szervezethez havonta átlagosan 15-20 kérelem érkezik, 2013 nyarától számítva már összesen 650 dokumentumot küldtek az ügyfelek. Ezek összértéke lassan a 200 milliárd forintot is eléri. A szervezet eljárási díja a vitatott összeg bruttó 1%-a, amely 60 és 450 ezer forint között mozoghat. Hivatali dolgozók és közfoglalkoztatottak várnak fizetésükre Szakolyban. Az önkormányzati alkalmazottak hónapok óta nem kapnak időben pénzt, mondta a Fidesz nyíregyházi tájékoztatóján Simon Miklós. Az országgyűlési képviselő kiemelte, a belügyminisztérium visszatérítendő több mint 16 millió forintos támogatást ad a településnek, amelynek célja nem a felelőtlenül gazdálkodó szakolyi önkormányzat, hanem a dolgozók megsegítése. A tájékoztatón Tilki Attila országgyűlési képviselő a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséről szólt. Emeljük most, és emeljük 18-ban is jelentősen a garantált bérminimumot is, és a minimálbért is. A fedezetben pedig próbálunk segítséget is adni a vállalkozásoknak, hiszen Európában egyedülálló szintre, 10% alá, 9%-ánra így fogjuk levinni a társasági adót, ami egy jelentős versenyképességet is jelent majd, illetve hát nyilván természetesen a forintok maradnak a vállalkozóknál, és mi azt mondjuk, hogy ha egyik oldalt segítünk, akkor a másik oldalt pedig a vállalkozók fordítsák ezt a megmaradt pénzüket béremelésre. Olyan mértékű többletkiadást jelenthet a bérek emelése az alacsonyabb jövedelmet nyújtó cégeknek, hogy munkahelyek kerülhetnek veszélybe, véli az MSZP Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke. Veres János nyíregyházi tájékoztatóján azt mondta, az ilyen foglalkoztatóknál az 5%-os szociális hozzájárulási adócsökkenés nem lesz elég, ezért kompenzációt javasolnak a szocialisták. Úgy képzeljük el a kompenzációt, hogy egy meghatározott összegre pályázni lehessen az adott foglalkoztatóknak, az előző időszak tényleges béradatai figyelembevételével, egy átmeneti időszakban ezt igénybe vehetik, mondom még egyszer, nagyjából egy egyéves maximális intervallumban, és nagy valószínűséggel a számításaink szerint ez országosan nem jelentene többet, mint pár 10 milliárd forint forrásigényt. Ez egy 500 milliárdos forrás átrendezés, amit most csinálnak a költségvetés szempontjából ezekkel a mostani intézkedésekkel. Ennek kevesebb, mint 10%-át jelenteni az, amiről én beszélek, és azt gondolom, hogy számunkra a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye számára ez rendkívül fontos intézkedés lenne, annak érdekében, hogy folyamatosan fenntartható legyen ezen cégeknél is a foglalkoztatás jelenlegi színvonala. Bemutatták Kéri Péter rendező operatőr legújabb filmjét Nyíregyházán a József András Múzeumban. Az alkotás 19. és 20. századi építőmesterek munkáját, köztük Kéri József tevékenységét is megismerteti a nézőkkel, aki a film készítőjének dédapja volt. Kéri Péter az elmúlt évtizedekben számos filmmel megörvendeztette már a megyében élőket. A rendező operatőr igazi lokálpatrióta, helyi témákat dolgoz fel fáradtságos kutatómunkával, művészi kivitelezéssel. Már több mint 300 alkotással büszkélkedhet, legújabb filmjében méltán híres nyíregyházi építőmesterek munkáját mutatja be. Itt az Alpár Ignác az első olyan, aki Nyíregyháza építészetének történetében eléggé jelentős szerepet vállalt, hisz tudjuk nagyon jól, hogy ő tervezte a megyeházát, a koronaszállót, a színházat, illetve hát a négyes iskolát, vagy evangélikus általános iskolát. És aztán a másik fontos személyiség Nyíregyháza történetében a Barzó család. Őróluk tudni kell azt, hogy nekik téglagyáruk is volt itt Nyíregyházán, és tulajdonképpen ezeket a nagyobb épületeket ők kivitelezték, tehát ők építették. A film bemutatja a rendező operatőr dédapja Kéri József munkásságát is. Nyíregyházán még ma is több mint 20 olyan épület van, amelyet ő tervezett és kivitelezett. A 33 perces film elkészítésében Szatmári István műemléki szakmérnök nyújtott szakmai segítséget. Szerintem hihetetlenül fontos, hogy legyen egy ilyen alkotás, egy ilyen összefoglaló jellegű alkotás, mert ami eddig nem volt, mert
ismerniük kell a városlakóknak azokat az építészeket, azokat az épületeket, amelyek itt a 19. század végén, 20. század elején megvalósultak, mert nagyon keveset tudunk róla, és egyre inkább pusztulnak ezek az épületek. Ha nem is teljes mértékben, de a homlokzatok, a belső enteriőrjük, az mindenképpen károsodik. Na most ez azért jó, mert fölhívja a figyelmet, hogy figyeljetek, itt van valami olyan érték, amit eddig ti nem is tudtatok. Kéri Péter jelenleg a Bencs és a Kállai család történetéről készít filmet, már csak az utómunkák vannak hátra. A nagy közönség ezeket is hamarosan láthatja. Idén is elkészíti a Szeretet hangja című karácsonyi hangoskönyvét látássérült embereknek a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár Bereg megyei egyesülete. A szervezet hangstúdiójában bárki felolvashatja kedvenc versét, novelláját vagy történetét. Az ezekből készült összeállítás a karácsonyi ünnepekig CD-n és a szervezet honlapján is elérhető lesz. Mese a kis fenyőről. Télidőn, midőn lehullott a lomb, befagyott minden tó és folyó, Tilli Gabriella Mese a kis fenyőről című alkotását olvassa fel ez a hölgy a stúdióban. A Vakok és Gyengénlátók Egyesülete 2009-ben indította el a hangoskönyv ötletét, az évente meghirdetett felolvasónapon önkéntesek tucatjai olvassák fel a saját, vagy éppen kedvenc karácsonyi történeteiket. A felvett hanganyagokat CD-n, illetve az Egyesület akadálymentesített honlapján a www.vakegy.hu-n teszik közzé karácsonyig, innen bárki ingyenesen letöltheti. A Magyarországon élő látássérültek karácsonyfája alá CD-n szoktuk elhelyezni ezt a hanganyagot. Nagyon szeretik, várják, keresik, hiszen a hangos könyv elsősorban nem látássérülteknek készült annak idején, de a mostani társadalmi berögződés kapcsán a látássérültekhez kötik a hangos könyvet. Így mi arra törekszünk, hogy Magyarországon élő látássérültek közül minél több emberhez el tudjuk juttatni, illetve leszoktuk adni a könyvtárakba, és azok az emberek is szoktak belőle kérni, akik felolvasnak egy-egy adott évben. Az idei felolvasónapon jótékonysági akciót is indított az Egyesület, arra kérve az önkénteseket, hogy egy könyvet is hozzanak magukkal, amelyet később a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárak Alapítványhoz juttatnak el. Az alapítvány tevékenysége, hogy Magyarországról könyveket juttatnak el Kárpátaljára felnőtteknek, gyerekeknek, és a felolvasóktól azt kértük, hogy egy-egy felolvasott mű elhozatalán kívül hozzanak egy olyan könyvet, amit szívesen felajánlanának a kárpátaljai magyaroknak. Aki nem tudta ma felolvasni az általa választott történetet, előzetes egyeztetés után november végéig még megteheti az Egyesület irodájában. A Szeged után újabb csapat veretlenségét vette el a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese idegenben győzte le a Vasas Akadémiát. Az amatőr nemzeti bajnokság 8. fordulójában lejátszott mérkőzésen az NKS 82-78-ra bizonyult jobbnak fővárosi ellenfelénél. A Szeged elleni siker után nem ígérkezett könnyűnek a nyíregyháziak budapesti fellépése, mivel az NB1-es Vasas második együttese az élvonalban is alkalmazott agresszív, letámadáson alapuló kosárlabdát játsza. Az első negyedet egy ponttal meg is nyerték a hazaiak, a második viszont hattal a vendégeké lett. A folytatásban is szoros volt a mérkőzés, az NKS 7 pontos előnnyel ment bele az utolsó negyedbe, amelyből négyet a meccs végéig megőrzött, így újabb csapat veretlenségét vette el Farkasinszky Gyuláné együttese. Nehéz volt minden tekintetben, mert ugye folyamatosan váltották a védekezést, tehát ugye megpróbálták egy idő után a diát kivenni a játékból, hogy ne legyen az, aki a labdát fölhozza és jelentje a csapatot. A többiek azok pedig beálltak zónavédekezésbe, aztán a végjátékra egy az egybe bementek zónavédekezés, főleg amikor ugye a Vivian is kipontozta magát, a 5-5 perc volt hátra körülbelül a mérkőzésből. És akkor ugye ott álltunk, személy szerint is, hogy most ugyan már mi a jó megoldás, hogy most a kicsiket vigyük fel a pályára, akik ugye addig se tudták megoldani, mert hogy annyira bátortalan a kosárlabdázott a kadett sor, hogy
hogy nem lehetett őket pántani, vagy maradunk négy kis emberrel, meg az Orsival, ugye az egyébként is jó szerkezetű Vasas ellen, akik minden poszton egy feje magasabbak voltak, mint mi. Szerencsére az Orsi, Dia és a Takács Anna hármas azért a vállán vitte ezt a csapatot. Takács Anna 14, Papp Klaudia 31, Farkasinszki Orsolya pedig 29 pontot szerzett a mérkőzésen. A center szerint előbb-utóbb a fiatalok is kiveszik majd részüket a pontszerzésből. Kicsit még bátortalanok, ami azért valamilyen szinten érthető. Ők most kerültek be a középiskolába, ez is új nekik. Nyilván azért egy NB1-ben szerepelni, azt gondolom, hogy azért az egy elég nagy dolog. Ők is küzdenek vele, mi is próbálunk nekik segíteni mindenben, amiben tudunk. Reméljük, hogy ez az idő előre haladtával változni fog, mert például a Hepkupa meccsen a Debrecen ellen, ott már nagyon ügyesen kosárlabdáztak pontokban, és ki tudták venni a szerepüket. Úgyhogy én bízom benne, hogy ahogy ők is kicsit érettebbek lesznek, ugye ez egyre jobb lesz. Győzelmével a nyíregyházi kosársuli a keleti csoport tabellájának élére ugrott, megelőzve a Szegedet és a Vasast. A hétvégén nem lesz forduló a bajnokságban, Farkasinszkijék legközelebb december 4-én Kecskeméten lépnek pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 30 millió forintos támogatásból újítják fel azokat a templomokat a Szatmári térségben és Kárpátalján, ahol a nyári jégkár megrongálta az épületeket. Így összesen 11 templomot sikerül helyreállítani, a munkálatok a legtöbb helyen már ezen a héten befejeződnek. Várhatóan decemberben jelennek meg a kis- és középvállalkozások digitális fejlesztését célzó pályázatok. Erre a célra mintegy 40 milliárd forint áll rendelkezésre a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programban. Több mint 650 kérelem érkezett be az elmúlt három évben a teljesítés igazolási szakértői szervhez az építőipar területéről. Ezek összértéke megközelíti a 200 milliárd forintot. A szervezet teljesítési és kifizetési hiányosságokat vizsgál magyarországi építkezéseknél. A Kölcsei Televízió iradóját látták november 24-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket, híreinkért és műsorainkért addig is látogassák honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk kisebb esővel. Egyre inkább csökken a tőlünk keletre elhelyezkedő anticiklon hatása, nedvesebb levegő érkezik fölénk, emiatt pénteken már sok lesz a felhő. Az éjjel eleinte változóan, majd többnyire erősen felhős lesz az ég, párás lesz a levegő, ködfoltokra is számítani kell. Helyenként előfordulhat kisebb eső, a változó irányú szél gyenge marad. Reggel általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a ködfoltok fokozatosan feloszlanak, általában erősen felhős lesz az ég, gyenge eső előfordulhat. A szél este felé néhol megélénkül, délutánra pedig 8 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A hétvégén főleg északkeleten számítani lehet hosszabb, rövidebb napsütésre, de inkább erősen felhős idő lesz a jellemző. Szombaton és vasárnap elszórtan számítani lehet esőre, záporra, vasárnap délután éri el térségünket egy markáns hidegfront, jóval hidegebb levegő árasztja el térségünket megerősödő északnyugati széllel. Hétfőn a felhő átvonulásokból akár egy-egy hózápor is kialakulhat, az egyre csípősebb éjszakákat hideg nappalok követik, néhol még a délutáni órákban is fagypont közelében marad a hőmérséklet.